A 6 és 18 év közötti korosztályban 280 ezer tanuló vesz részt a Diákolimpia országos versenyrendszerében. A 18 sportágból néhányban már elkezdődtek a küzdelmek, amelyek jövő év júniusában zárulnak. A megyebeli sportolók a legutóbbi tanévben az országos döntőkben összesen 43 érmet szereztek, 16 arany, 13 ezüst és 14 bronz megoszlásban. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke hasonló szereplést vár a 2019-2020-as tanévben is. Most már elindult, sőt javában zajlik a versenyzés a Diákolimpián is, illetve a megyei diáksportolók is most már felvették nem csak a tankönyveket, hanem valóban a sportfelszerelést is, és javában versenyeznek. Például már duatlonban vagy atlétikában a versenyek azok már zajlanak. És hát, hogy mi az elvárás? Hát az elvárás az egyértelműen az mindig, hogy nagyon sokan vegyenek részt a diákolimpiai mozgalomban itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és lehetőleg minél többen, mint vagy egy kicsivel mindig többen, mint az előző években. Bízunk benne, hogy most is népszerűek lesznek majd ezek a versenyek, hiszen nagyon sok sportágban jelen van a diákolimpia, úgyhogy nagyon reméljük azt, hogy sok gyereket sikerül majd azok közül is megfertőzni, akik eddig még nem kóstoltak bele. És erre nagyon jó példákat adnak azok a versenyzők, akik szállítják ugye az érmeket évről évre. Minden évben valóban ilyen fél száz érem körül tudunk elhozni. Most is ez a célunk, és hát nagyon örülnénk neki, hogyha sikerülne csúcsot is dönteni, de természetesen nem ez a legfontosabb elvárás, hanem valóban az, hogy minél többen és minél gyakrabban vegyenek részt a különböző sportversenyeken, és hogyha ez diákolimpia, annak mi pedig természetesen nagyon örülünk. Mint Baracsi Endre elmondta, bár minden évben vannak, akik meglepetésérmeket szereznek, van egy stabil alap, amire hosszú évek óta építhetnek. Vannak olyan iskolák, és vannak olyan versenyzők, akik nagyon stabilan és nagyon magas színvonalon tudják hozni az eredményeket évről évre, és hát vannak olyan sportágak is, amelyekben kiemelkedőt teljesít Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Itt ugye az úszásról is beszélhetünk, ahol országos bajnokaink vannak, nagyon sok országos bajnokunk van, hál' Istennek, és ráadásul olyan eredményekkel, amelyek sokkal többre hivatottá teszik őket majd a későbbiekbe. Vagy például, hogyha a csapasportágról beszélünk, akkor akár a röplabdát például kiemelhetjük, ahol évről évre országos bajnoki címeket hozunk haza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és hát ezáltal pedig lehetőség nyílik arra is, hogy nemzetközi szintéren is megmérettessék magukat ezek az iskolák, és hát azért ott se vallunk szégyent, hál' Istennek, bízunk benne, hogy ezt a hagyományt tudjuk folytatni majd az elkövetkezendő, vagy az előttünk álló tanévben is, és sok-sok örömet találunk majd még ezekben a sportágakban és sportolókban. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület a megyei döntők és országos elődöntők mellett a negyedik korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntőjét is megrendezi jövő év júniusában.